Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Új elnöke van november 1-től a Kecskeméti Törvényszéknek. Dr. Husek Dániel, dr. Bicskei Ferencet váltotta a törvényszék élén. Az új vezető fő célja az időszerű, megalapozott ítélkezés, a hatályon kívül helyezett ítéletek csökkentése és a további digitalizáció. Vendégünk a Kecskeméti Törvényszék napokban kinevezett új elnöke, dr. Husek Dániel. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok, köszöntöm a tévénézőket. Elnök úr, milyen út vezetett eddig a pozícióig? Én Szekszárdon születtem, a jogi kart Pécsen végeztem el, és a bírósági munkámat pedig Szekszárdon kezdtem meg. Ott voltam fogalmazó titkár, ezek körülbelül a gyakornoki stádiumnak felelnek meg. Majd azt tudni kell, hogy a feleségem kecskeméti, és hát egy ilyen 4 év eltelte után azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy mi lenne, ha Kecskemétre költöznénk. Én nem voltam ellene, mondtam, hogy nyilván kell találni egy megfelelő állást, és akkor nincs akadálya. Először a bíróságon nem volt hely, ezért az adórendőrségre kerültem, de 2002-ben aztán kinevezést nyertem a Kecskeméti Városi Bíróságra, most ezt járásbíróságnak hívják, és utána ítélkeztem a törvényszéken, majd a járásbíróság elnök helyettese lettem 2008-ban, majd 2012 óta töltöm be a törvényszék elnök helyettesi állását. És ezt követően, ugye november 1-től már az elnöki tisztséget. Mennyiben változtak a feladatok? Milyen feladatokat látottál korábban november 1-je előtt elnök helyettesként és most? Ugye elnök helyettesként alapvetően az elnök szabja meg, hogy az elnök helyettes mivel foglalkozik. Vannak klasszikus teendői, például a oktatásszervezés, képzésszervezés, de azon kívül eseti jelleggel az elnök úr megbízott döntések előkészítésével vagy végrehajtásával, vizsgálatok végzésével, illetve tartottam a kapcsolatot a Országos Bírósági Hivatallal, illetve a járásbíróságok elnökeivel. A nagy különbség az, hogy korábban, amíg egyeztetnem kellett vele egy-egy lényeges döntés előtt, illetve a döntést nem én hoztam, legfeljebb javasoltam. Most ez a felelősség megnőtt annyiban, hogy magam hozom a döntéseket. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit jelent az időszerű és megalapozott ítélkezés, ami az ön egyik fő célja, és hát a bíróságoknak is az egyik fő célja, hiszen azt gondolom, hogyha laikusként a bíróságoknak a munkájára gondolunk, akkor sokszor jut az eszünkbe, hogy hosszú időt vesz igénybe egy-egy ilyen folyamat, milyen eszközök állnak az önök rendelkezésére ahhoz, hogy az ítélkezés az valóban időszerű, gyors, megalapozott legyen. Ezt jól látja. Az időszerűség az tulajdonképpen azóta probléma, amióta szabályozott keretek között zajlanak az eljárások. Tulajdonképpen már a ókori görögöknél találunk olyan írásokat, amik kritizálták a bírósági döntések időszerűségét, és azóta is ez folyamatos probléma. Most 2 olyan körülmény van, amely alapján ezt inkább tekinthetjük célkitűzésnek, és jobban reménykedünk abban, hogy eredményeket érjünk el. Az egyik ilyen, hogy lényegesen kevesebb az ügy, ennek jogszabályi hátterei vannak, illetve új eljárási törvényeket is vezettek be. Ezek pedig a bíráknak több lehetőséget adnak arra, hogy koncentráltabban és gyorsabban fejezzék be az eljárásokat. Mi az oka, hogy kevesebb az ügy? Esetleg a peren kívüli megegyezések? Nem. A BTK nak vannak olyan új rendelkezései, amelyek például felemelték az értékhatárokat. Tehát ami korábban lopás vétsége volt, az most szabásértés. És van más hasonló néhány törvényi megoldás, aminek az eredménye ugyanez. De úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban kevesebb bűncselekményt is követtek el. Ennek nem tudom, mi az oka.
Erről egy rendőrt vagy egy ügyész kéne megkérdezni. Minden területen csökkent az ügyek száma, elnök úr? Van alapvetően egy kivétel, ami annak köszönhető, hogy a nyár második felében a rendőrség egy nagyon komoly razziát indított az embercsempészek ellen, és ez a razzia meglehetősen sikeres. Én azt hiszem, hogy azóta nincsen olyan nap, hogy legalább egy, de inkább több embercsempészt ne fognának el. Nyilván ez a bíróságra is kihatással van, hiszen azon kívül, hogy őrizetbe veszik őket, utána a bíróságra kerülnek többnyire letartóztatásra, hiszen ezek súlyos ügyek, illetve többnyire magyarországi kötődés nélküli elkövetőkről beszélünk. Majd pedig, ha megtörtént a nyomozás, akkor ezekben nyilván vádat emelnek, tehát a bíróságnak ezekben az ügyekben el kell járni. Most ez a ügytípus, ez a többszörösére emelkedett. Ez érinti azokat a kollégákat, akik a letartóztatásokat hajtják végre, még a nyomozati szakban. Itt azt kell mondjam, hogy szeptemberben az ilyen bíróságaink, akik érintettek, már bőven több letartóztatást hajtottak végre, mint a megelőző év azonos időszakában, és ez mind embercsempészés miatti ügy volt. Emellett pedig próbálják őket gyorsított eljárásban bíróság elé állítani. Az ilyen ügyekből is azt kell mondjam, hogy a korábbihoz képest 10-20-szor annyi ügy érkezik. És amit még tudni kell, hogy ez a rendőrségi razzia, ez elsősorban a déli megyéket érinti. A legnagyobb határszakasszal mi rendelkezünk, illetve esetleg Csongrád megye. Tehát a mi bíróságainkat terheli meg ez a fajta jelenség. És különösen azokat a járásbíróságokat, amelyek Duna hidak közelében vannak, hiszen ezek az embercsempészek ugye nyugatra próbálják a migránsokat szállítani, és ezért Kunszent Miklós, Kalocsa és Baja rengeteg ilyen üggyel gazdagodott idézőjelbe, amire hát készen állunk, de adott esetben átszervezés vagy besegítésre is szükség van, mert akkora mértékű ez a növekedés. És a gyorsaság az hogy alakul? Tehát, hogy általában, ha lehet számot mondani, akkor milyen hosszú időt vesz igénybe mondjuk az ítélkezésnek a folyamata? Hát szerencsére azt mondhatom, hogy az elsőfokú járásbíróság ügyeknek több mint a 80% az egy éven belül befejeződik, és egy olyan 100-150 ügy volt nem olyan régen, ami 2 éven túl húzódott. Ezt sikerült nekünk lecsökkenteni 100 körülre, a büntetőben nagyobb arányba, a polgári ügyszakban kicsit kisebb ez az arány. Ugyanakkor vannak olyan típusú ügyek, ahol egyszerűen nem tud a bíró mit kezdeni, mert akkor az ügy terjedelme, vagy olyan bonyolult a jogi megítélése, hogy évekig tárgyalja akkor is, hogyha semmilyen hibát nem vét. Éppen ezt akartam kérdezni, hogy nyilván nem mindegy az ügynek az összetettsége, bonyolultsága sem, sőt, ez a legfőbb szempont. Mindannyian látjuk, hogy itt Kecskeméten számos olyan ügyet tárgyalnak, ami országos érdeklődésre tart számot, nagyszabású ügy. Mi ennek az oka? Én az egyik okot mindenképpen abban látom, hogy a NAV regionális nyomozó parancsnoksága az kecskeméti székhelyű. Ez azt jelenti, hogy ők a kecskeméti ügyészekkel dolgoznak a nyomozások során közösen. Az ő hozzájuk tartozó régióban ezért azt lehet mondani, hogy ha föltárnak egy nagyon komoly, nagyon jelentős gazdasági bűncselekményt, akkor lehetőség szerint a kecskeméti törvényszéken fognak vádat emelni, akkor is, ha minimális az érintettsége, tehát ha a vádlottak vagy a cselekmények elkövetésének a helye nagyobb részben Szolnok vagy Gyula, akkor is Kecskeméten fog landulni ez az ügy. A másik ilyen tényezőként pedig azt látom, hogy
a maga a Kecskemét környéke is egy olyan prosperáló gazdasági térség, ahol nagyon komoly a gazdaság, és egy komolyabban működő gazdaságnak a mellékterméke valamilyen százalékban a gazdasági bűnözés. Ezt hozzá kell tenni, hogy ezek a nagy monstre ügyek azért többnyire gazdasági érintettségi büntető ügyek. Ez azt jelenti, hogy a kecskeméti törvényszék leterheltebb országos szinten, mint a többi, lehet mondani, hogy egy országos viszonylatban leterheltebb? Meggyőződésem, hogy a fővárost leszámítva, és egy-két törvényszéket még kivonva ebből az egyenletből, az egyik leginkább leterhelt törvényszék a büntető elsőfokú ügyszak a törvényszéken. Azt kell tudni, hogy legalább 18 olyan ügy van, ami a országos besorolás szerint monstre, vagy úgynevezett gigaügy, úgyhogy erre nekünk 5 elsőfokú bírónk van, tehát el lehet osztani, hogy 3-nál több ügy jut per bíró ezekben a nagy ügyekből, és ezeket ahhoz, hogy időszerűen teljes odaadással tudják tárgyalni, én azt gondolom, hogy elég lenne 1, de maximum 2. Ha már így erről beszélt, akkor így humán erőforrás tekintetében a kecskeméti törvényszék hogy áll? Ezek szerint a leterheltség azért elég nagy, van-e utánpótlás? Természetesen utánpótlással jól állunk. A leginkább ugye belső forrás nézve a bírósági titkárok nevezhetőek ki bíróvá. Ők legalább 40-en vannak megyeszerte, de az előző pontosítani szeretném annyiban, hogy a járásbíróságok nagy része azért nem leterhel, tehát ott nincsen szükség bővítésre, illetve azt tudni kell, hogy a törvényszéknek van egy másodfokú ügyszaka, ahova ugye az első fokon megfelelbezett ügyek érkeznek, ők is el tudják látni a feladatukat, tehát az egyetlen neuralgikus pont ez az elsőfokú törvényszéki ítélkezés, ahol a legnehezebb ügyek kerülnek. A civilisztikai ügyszak is küzd, ott is vannak nagy ügyek, például amikor milliárdos vagyonokat kell egy vagyonközösség megosztásánál elosztani és erről döntést hozni, ezek szintén sokáig tartanak. A koronavírus járvány mennyiben befolyásolta a kecskeméti törvényszéknek a munkáját, illetve mennyire befolyásolja jelenleg? Azt kell mondanom, hogy sok problémát okozott, hiszen ha visszaemlékszünk, bár már 2 év távlatából kicsit nehéz az időrendet összerakni, az első hullámban volt egy kötelező leállás. Egy ítélkezési szünetet rendeltek el, tehát abszolút nem lehetett tárgyalásokat folytatni. És utána egy évvel később megint volt egy ilyen kényszerű leállás, lényegében csak telekommunikációs eszközök útján lehetett tárgyalásokat tartani. De a kettő időszakot leszámítva is, amikor a különböző hullámok tetőztek, akkor rengeteg betegség hátráltatta a tárgyalásokat, hol a vádlottak, hol a peres felek, hol a védők, hol a bírák betegedtek, meg nyilván ez sem tett jót a munkánk mennyiségének. Az, hogy valamennyire úrrá tudtunk rajta lenni, az a speciális jogszabályoknak volt köszönhető. Egyrészt lehetővé tette a kormányrendelettel hozott speciális eljárási törvény, hogy sok esetben tárgyaláson kívül szülessen ítélet, tehát nem kellett megjelenni a tárgyalásokon. Másrészt pedig a digitalizációnak az egyik kulcspillére, amit fejlesztettünk, azok a távmeghallgató tárgyalók. Magyarán, ahol szintén nem kellett személyesen jelen lenni, de mégis
online közvetlen jelenlét az biztosítható volt, legyen az büntető ügyben olyan ügy, ahol a vádlott a BV intézetben volt, vagy az ügyvédek jelentkeztek be hasonló módon, illetve polgári ügyszakban még a Skype-ot is használták a kollégák, úgyhogy azt a hátrányt, amit a Covid okozott, azt valamennyire sikerült ellensúlyozni. Nyilván ezeknek, mondjuk a táv meghallgatásoknak van egyfajta digitális fejlesztési igénye. Hol áll ebben a kecskeméti törvényszék, mennyire van még szükség a digitális fejlesztésre, a további fejlesztésre, milyen területeken használhatóak még az elektronikus vívmányok? A táv meghallgatós tárgyaló termek kialakítása egy országos projekt volt. Nagyjából épületenként egy, nagyobb bíróságokon kettő vagy három ilyen tárgyalóterem került kialakításra. Igazából ami fokozható, miután a tárgyi feltételek megvalósultak, az a dolgozóknak a képzése volt, hiszen egészen máshogy kell egy olyan tárgyalást levezetni, ahol egy kezelőpanel van a bíró előtt a törvénykönyv helyett, és nem úgy irányítja a tárgyalást, hogy behívja a feleket, hanem különböző gombokat nyomogat, tehát mire ezeket nyilván el kell sajátítani. Ebben is jól állunk, de még itt van fejlesztendő terület. A másik, ami a mindennapjaink részévé kezd válni, az, hogy nem lehetséges szakmai rendezvényeket vagy értekezleteket tartani személyes jelenléttel. Ezt a Skype vagy a Teams tudja kiváltani, tehát a kollégáknak meg kell tanulni ezeknek a kezelését, és nem csak, tehát azt szeretnék elérni, hogy ne minden alkalommal egy informatikus kollega állítsa be, hogy most akkor ki szeretne tartani egy ilyen szakmai megbeszélést, hanem ezt nekik is el kell sajátítani. Nyilván önök rengeteg irattal, üggyel, dokumentummal dolgoznak. Mennyire jellemző, hogy ezek az akták elektronikusan elérhetők, hozzáférhetők? Mostanra eljutottunk odáig, hogy lényegében minden akta létezik papír alapon és digitális formában is. Amit finomítani kell az, hogy ezeknek a rendezettsége, illetve amit a társszervektől kapunk, azoknak is a minősége megfelelő legyen. Ez egy szintén nagyon hasznos dolog, aki rendelkezik hozzáféréssel, ügyvédek, jellemzően állami szervek. Ők egyrészt betekinthetnek, nyilván szigorúan le vannak a jogosultságok korlátozva, csak a saját ügyükbe, ott is csak azt, amire jogosultak, hogy megtekintsék, de emellett az irat forgalom nagy része is már nem postai úton zajlik, hanem elkészül egy végzés, akkor egy gomnyomással az átkerül a érintett félhez, akinek van ilyen hozzáférése. A polgári ügyekben, miután ügyvédek járnak el az esetek döntő többségében, majdnem azt mondom, hogy ez az uralkodó. A büntető ügyszaknál nyilván a vádlottakat mi nem kötelezhetjük arra, hogy képesek legyenek elektronikus kapcsolattartásra, viszont a védők ott is kötelesek ilyen formán is készen állni az eljárásban való részvételre. Még egy kicsit a körülményekről, az infrastruktúrális feltételekről beszéljünk, hogy milyen körülmények között dolgoznak. Ebben várható a fejlődés, fejlesztés, változás? Hát a vidéki bíróságaink közül vannak problémák, a Kiskörösi járásbíróság talán van a sor végén. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy társasháznak valahányadik emeletét béreljük, de ez egy olyan régi épület, hogy ha fúj a szél, akkor lebegnek a függönyök, ha tél van vagy nyár van, akkor annyi fok van benn, mint amennyi kint, tehát éppen, hogy alkalmas a munkavégzésre. Most a közelmúltban itt végrehajtottunk olyan beruházásokat, amik
segítik azt, hogy egyáltalán munkavégzésre alkalmas legyen az épület. Emellett a Bajai járásbíróság volt még nagyon elavult, ott már lassan befejezésre kerül egy átfogó felújítás. Egyébként pedig a többi épületünk az jó állapotú. Nekünk van egy olyan gyakorlatunk, hogy a fizikai dolgozók jellemzően bírnak valamilyen építőipari szaktudással, csak esetleg fizikálisan már nem alkalmasak, hogy a versenyszférába helytálljanak, és akkor az ő segítségükkel szinten lehet tartani az épületek állagát, ha kell, akkor kifestenek, ha kell, akkor parkettáznak, úgyhogy meg tudjuk őrizni az épületeinek a megfelelő állagát. Ez egy bemutatkozó beszélgetés, így az elnöki tisztség kapcsán említette ön, hogy Szekszárdról jött annak idején Kecskemétre. Mennyiben találta meg itt a helyét, mennyiben szerette meg a várost, mennyiben tekinti már teljes mértékben otthonának, mintha tőzsgyökeres lenne? Hát elég könnyen beilleszkedtem, ugye először az adórendőrségi kollégákkal kellett megtalálnom a közös hangot, ez elég gyorsan ment, de a bíróságon is, amikor oda kerültem, ez már lassan 20 éve, akkor döntően sok fiatal bíró dolgozott ott, és kiválóan jó hangulat volt, úgyhogy én megtaláltam ott a helyemet, és a várossal kapcsolatban pedig csak azt tudom mondani, hogy ami nekem hiányzik, az nyilván azok a domborzati adottságok, amik egy dunántúli városba másképp festenek. Ez a dimbes dombos táj az itt a vízműdomtól eltekintve az hiányzik, de ugyanakkor egy olyan élhető nagyváros, ahol a fejlődésnek köszönhetően minden megtalálható, úgyhogy gyorsan beilleszkedtem a feleségem rokonságát, szintén gyorsan megtaláltam a közös hangot, és baráti társágunk is van már, ami ideköt, de hát nyilván nem szakítottam meg a korábbi baráti meg rokoni kötelékeket a szekszárdiakkal sem. Mi az, ami szabad idejében leköti? Hát amennyi szabad időm van, azt én korábban olvasásra fordítottam, de közben rá kellett jönnöm, hogy ez majdnem hogy a nyári szünetre korlátozódik, mert annyi egybefüggő időm nincsen, hogy egy Umberto Eco könyvet mondjuk végigolvassak. De hát a zenehallgatás, a színházba járás az komoly hobbi. Feleségem a színházban dolgozik, a szervezési irodám. Emellett hát korábban volt egy zenekarunk, ez sajnos már nincs meg nem akarok jósolgatni, hogy van-e rá esély, hogy ebből még legyen valami. Végezetül, ami feltöltődést ad, az, hogy bizonyos időközönként ilyen hosszú hétvége formájában elutazunk, lehetőleg külföldre, valamilyen városnéző túrára. Elnök úr, én nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, bemutatkozott a nézőknek is, beszélt a kecskeméti törvényszék munkájáról, és én kívánok sok sikert ehhez a feladathoz. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, ennyi fért a ma esti műsorunkban, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket. További szép estét kívánok, viszontlátásra!